ahogy mondják, a jó papi Soltik tanul, és mindig találok olyat, ami érdekel. Jelen pillanatban egy jelnyelvi képzés, alapképzés indul Kiskomajsán, ennek leszek a részese. De az ember folyamatosan tanul, tehát hogy független attól, hogy túl vagyok egy bizonyos kerek számon, jelen pillanatban is a Gál Ferenc Egyetemre járok, illetve a Pécsi Tudományegyetemnek vagyok a hallgatója, és szeretek tanulni, tehát hogy valójában mindig van valami, ami újabb érdeklődésre tesz szert, és érdemes ezt a tudást megszerezni. Mit lehet tudni az eddig megszerzett képzésekről, mennyi diplomával rendelkezik? Hát az elmúlt héten kaptam a magyar diploma rekorder elismerő diplomát, amely azt bizonyítja, hogy az elmúlt esztendőkben, most már idei esztendővel bezárólag a 20. diplomát szereztem meg, amit a magyar felsőoktatásban főiskolai vagy egyetemi diplomaként számít. Nyilván ez mellett többféle tanfolyamat, képzés, mint ahogy most ezt a jelnyelvi képzést is végeztem. Ezeket a mondjuk így kemény, fedeles diplomákat az elmúlt 28 esztendőben szereztem a magyar felsőoktatásban. 1992-től kezdődően szinte folyamatosan tanulok, sokszor párhuzamosan is, hiszen és meg szokták kérdezni, hogy hát 20-szor legalább 3-4 év, az legalább 60-at kellett volna járni. Nyilvánvalóan természetesen párhuzamosan folytak ezek a képzések. Mi volt az első, amit sikerült megszerezni? Legelőször az érettségi után Szegedre jelentkeztem, akkor a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar könyvtárszakon kezdtem, de már akkor párhuzamosan levelezőn elkezdtem a katolikus hit tanári képzést is, és ez volt az első alapja, de egy év múlva már belekezdtem a művelődés szervezés média szakba, és akkor így folyamatában gyakorlatilag mindig új képzéseket vettem fel, illetve fejeződtek be ezek a képzések. Az első 7 diplomát Szegeden szereztem, utána több egyetemet bejárva, a Eötvös Loránd Tudományegyetemet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet, a Pannon Egyetemet, illetve jártam még Debrecenbe is. Tehát igyekeztem a palettát is úgy összeállítani, hogy nem egy egyetemhez kötődően, de természetesen a szegedi tanulmányaimat is, amikor elmentem világot látni, vagy országot járni, utána többször azért visszatértem Szegedre is. Mi a legfrissebb tanulmányainak a célpontja? Az utolsó, amit befejeztem most, a közszolgálati kompetencia fejlesztő tréner szak volt. Valójában az egész életemet az emberek megismerése, a társadalom, tudományok voltak, amik köré ezek felfűzöttek. Úgyhogy jelen pillanatban most mentálhigiéné az iskolában pedagógus szakképzésre iratkoztam be Szegeden a Gál Ferenc Egyetemre, és a Pécsi Tudományegyetemen pedig klinikai idegtudományok kutatást végzek jelen pillanatban. Mi az indítatás, hogy folytassa az ismeretanyag megszerzését? Valójában mindig, amikor valamit megtanultam, voltak olyan határterületek, amik tovább érdekeltek. De abba a képzésben nem volt ez bővebben. És akkor mindig mentem egy következő szakra, ahol azt a tudománytörletet is kicsit mélyebben meg lehetett ismerni. És nyilván amit szoktam mondani, hogy vannak azok a tudósok, akik egy bizonyos szakterületen hatalmas mélységeket megjárnak, én inkább több területen keresem azokat a tudást, ami nem egy mély tudós kutatás, hanem inkább egy széles sétű érdeklődés van bennem. Tehát mindig visz tovább valami különleges része a dolgoknak, és kerestem persze hozzá egy olyan egyetemet és egy olyan egyetemi képzést, ahol ezt a tudást meg lehetett szerezni. Hogyan érzi, meddig lehet folytatni ezt az intenzív tanulást? Hát az Európai Unióban a lifelong learning, az élethosszig tartó tanulást preferálják most már. Nyilvánvalóan nem tudjuk, meddig élünk, de a tudás és az érdeklődés azt hiszem fenntartja egyáltalán a szellemi frissességet is. Valójában a 20. diplomáig se hajtottam, tehát nem volt bennem ilyen cél, hogy el kell érni, vagy bármilyen van. Most is, ahogy mondtam, 2 egyetemre járok, tehát van bennem továbbra is érdeklődés, tudás, idő, még amit tudok szállni az oktatásra, és tehát nincs bennem az, hogy most meg kellene a 25-öt vagy a 30-at, hanem egyszerűen mindig van még, ami érdekel, és amíg tehetem, én azt hiszem, hogy tanulni fogok.